Áldás békesség! A virágvasárnapi igével köszöntelek benneteket. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, énekeljük énekeskönyvünk 331-es számú dicséretének első versét. 331-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zeng-e kiáltás előtte, utána. Hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is nagyheti alkalmainkat. Hétfőtől péntekig a YouTube MBB, ez a Magyar Belmisszió Biatorbágy
rövidítése, az MBB videó csatornán online nagyheti istentiszteleti alkalmak lesznek 17 órai kezdettel. Aki abban az időpontban nem tudja megnézni, utólag is meg lehet tekinteni a felvételeket. A felsőpakonyi templomban nagypénteken, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn lesz igehirdetés felvétel, melyet a YouTube Refpakony oldalon és a gyülekezet honlapján a refpakony.hu-n nézhetik és hallgathatják meg az érdeklődők. Úrvacsorai közösségre a gyülekezési korlátozás idején nincs lehetőség, így az Úr Jézus Krisztus asztala körül nem gyűlünk össze ebben az ünnepkörben, de a vele való közösségünk gyakorlását a Biblia olvasása és az imádság, valamint az ige hallgatása valós lehetőségünk, sőt, éljünk ezekkel az alkalmakkal. Emlékharangozás volt a hét elején, Nagy Antal halálának évfordulóján szólaltak meg harangjaink templomunk tornyában. Isten vigasztaló kegyelme legyen a reá emlékezőkkel. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A Heidelbergi K.T. az ember megváltásáról szóló fejezetének soron következő kérdésfeleletét hallgassátok meg. Áldás békesség, 19-es kérdésfelelet. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben, az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett, az áldozatokkal és a törvény előírta más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített. Énekeljük énekeskönyvünk 464-es számú énekét. A 464-es számú dicséretünk így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom! Szívem íme megnyitom. Okay.
Virágvasárnapi Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked ezt a szép vasárnapot, amely elé oda tesszük még ezt a szót, hogy virág vasárnap. Köszönjük az első virág vasárnapot, amikor Úr Jézus bevonultál Jeruzsálembe. Köszönjük, hogy ennek a történéseit hallottuk, hallhatjuk a Te ígédből. Kérünk Téged a Te megszólaló és megszólító ígédért, hogy szólj nekünk arról, miért is történt mindez. Örvendeznie kellene ennek az egész világnak, dicsérni és magasztalni Úr Jézus Téged, aki nem tekintett senkire és semmire, hanem vállalta a szenvedések útját, a kereszt kínját, az elítéltetést, a gyalázatot, azt, hogy átokká legyen érettünk a keresztfán. Köszönjük, Úr Jézus, neked, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy Te megígérted, ahol ketten-hárman összejönnek a Te nevedben, Te ott vagy azokkal. Arra kérünk most, hogy úgy szólalhasson meg a Te ígéd, a Te üzeneted, hogy az eljuthasson az elménkig, de ne csak az elménkig, hanem a szívünkig. Kérünk, Te beszélj velünk, és szólj hozzánk, szólíts meg bennünket, és formáld a mi életünket. És amit elkezdtél bennünk jó dolgot, kérünk, folytass tovább. Munkálkodj bennünk és közöttünk, hatalmasan és dicsőségesen. Nagy nevedért hallgass meg bennünket. Amen. Istennek igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 19. részének 28. versétől a fejezet végéig. Lukács írása szerinti evangélium 19. részének 28. versétől így szól hozzánk Istennek írott és kijelentett szava. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik, menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember, oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek,
mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamár csikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék. De még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Megismétlek néhány igeverset a 41-től a 44. terjedő verseket, és ennek alapján kívánok szólni hozzátok bővebben. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ köven, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Eddig Istennek írott igéje. Thank you.
Kedves testvérek! A nagy hét Jézus szenvedés története a virágvasárnapi Jeruzsálembe való bevonulással kezdődik. A múlt hét vasárnap, akik hallották és meghallgatták azt az ige hirdetést, arról volt szó, hogy lélekben Jerikóban jártunk, amikor Jézus Zákeust meglátogatta, megkereste és megtalálta a bűnében elveszett embert. És nem csak megtalálta, hanem megszabadította, és új élettel ajándékozta meg a megtérő Zákeust. Ma lett üdvössége ennek a háznak. És ezután tovább ment Jeruzsálem felé. Ma virágvasárnap van. Mind a négy evangélium beszámol erről az eseményről. Arról van szó a virágvasárnapi történetben, hogy Jézus két tanítványát beküldi egy faluba, egy szamár csikóért, amit odahoztak neki, felült rá, és így indult el a főváros felé, Jeruzsálem felé. Gondolatban előttünk van a virágvasárnapi jelenet. Emberek sokasága jelenik meg, veszik körül Jézust, kezükben pálma ágak, amiket leterítettek az útra, felső ruhájukkal együtt, és ezek az emberek kiáltoztak, zengedeztek, Hozsánna a Dávid fiának. Jézus a király. Önfelett újongással és lelkesedéssel ünnepelték őt. Tapsoltak és táncoltak. Hozsannát zengedeztek. Áldott a király, aki jön az Úr nevében. Milyen szép ez, ugye? Milyen nagyszerű, talán mi is ott lennénk, mi is oda beállnánk, és örvendeznénk, és örülnénk az Úr Jézusnak. Végre megkaphatja ez a Jézus a földi emberektől is azt a dicsőséget, amit megérdemel, amit megkapott ott a mennyben az angyalseregtől. Hát nem megérdemli ez a Jézus földi léte során, hiszen annyi emberen segített, annyi emberen könyörült, meggyógyította őket, felemelte őket, bátorította őket. Hát megérdemli, hogy őt imádják, dicsőítsék, neki zengedezzenek, neki újongjanak. Jézus pedig sír. Sír. Keservesen zokog. Na, nem a meghatottságtól. Nem az öröm könnyektől. Valami egészen más miatt. Valami egészen másról van itt szó. Micsoda ellentétes érzelmek húzódnak itt meg. Egyik oldalon a hozsannázó tömeg, az Úr Jézus dicsőítő emberek sokasága, a másik oldalon pedig a síró és zokogó Jézus. Miért sír?
Miért nem örül? Mi a baj? Mi történt? Jézus válaszol, megmondja, itt a 41. versben olvashatjuk, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. Meglátta a várost. Meglátta Jeruzsálemet. Látta maga körül az embereket. És sírva fakadt. Mit üzennek Jézus könnyei ezen a virágvasárnapon? Erre a kérdésre szeretnék választ adni az ige alapján. Három pontban szedtem össze, hogy mit is üzennek számunkra az Úr Jézus könnyei. Jézus könnyében ott tükröződik a bűn ereje. Ez az első megállapítás. Látja ezt a szép várost, de azt is, hogy az a város nem sokára tönkre megy. Jézus látja az embereket, akik most hozsannát zengedeznek, és pár nap múlva ugyan ez a csoport, feszítsd meget, kiált. Jézus látja előre a templomot, látja azt, hogy mivé tudja torzítani az embereket a bűn, és a templomról megállapítja, ahogy hallhattuk is, ahogy olvastuk is, latrok barlangjává tettétek. Az imádság háza rablók barlangjává lett. Piac, biznisz, adásvétel. Ahogy a ma embere is tudja ezt gyakorolni, a vasárnapból vásárnapot csinál. Az Úr napjából, a nyugodalom napjából shoppingoló programot. Jézus látja és ismeri a bűn mélységét. Látja az életünket. A jelenések könyvében olvashatjuk, amint az Úr angyalával üzen. Üzen a gyülekezeteknek, tudom a te dolgaidat. Meg tudja rontani a bűn a legszebb igyekezetet is. És Jézus sír és zokog. Kedves ige hallgató, rajtad is? Miattad is? Most is sír? Hogy hova jutottunk és hova jutottál? József Attila, a költőnk, ír egy őszinte vallomásában, az a címe, hogy én nem tudtam. És ennek a versnek az eleje így hangzik, én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást.
utána nevettem is. Mi ostoba beszéd? Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva. Én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. Most már tudom. Mondd, te is tudod. A második üzenet ez Jézus könnyeiben ott tükröződik az ember lelki vaksága is. Jézusból zokogva tör elő a fájdalom, mert az őt körülvevő emberek nem ismerik fel sem a kegyelmét, sem pedig a rájuk leselkedő ítéletet sem. Azt fogalmazza meg itt Jézus, bár csak felismerted volna, a békességre vezető utat. Mit fejez ez ki? Ez a mondat, hogy nem ismerte föl az ember. Mit fejez itt ki Jézus ebben a mondatában? Az, hogy az ember félre ismerte Jézust. És olyan könnyen félre tudjuk őt ismerni. Félre tudjuk ismerni az ő szavát. Félre tudjuk magyarázni az ő szavát. Félre tudjuk magyarázni a cselekedeteit. És ezek az emberek nem vették észre, hogy maga a békesség fejedelme van mellettük. Magát a békesség fejedelmét éljenezik, és királlyá kiáltják. Félre ismerik Jézust. Miért? Mert nem az Isten akaratát keresik. Mert a saját akaratukat akarják véghez vinni. Nem mennyei síkon gondolkoznak, hanem földi, emberi gondolkozásban vannak. Milyen jó lesz Jézus földi királynak? Milyen nagyszerű király lesz ez a Jézus? Őt látják már Izrael királyának. Ezek az emberek úgy gondolták, akár társadalmilag, politikailag, minden szempontból tökéletesen megfelel Jézus Izrael királyának. Miben ismerik félre Jézust? Gondolkoztam azon, hogy mire jutottak az emberek, mik voltak azok a gondolatok, amik arra juttatták őket, hogy Jézust így imádják és így éljenezzék. Ha visszalapozunk a Bibliába, az előzményekhez. Jézus megvendégel 5000 embert. Nem csak megvendégel, jól lakat 5000 embert. Csak a férfiak száma volt 5000.
Ezek az emberek valószínű ott lehettek. Ott lehettek ebben a tömegben. Talán arra gondoltak, hát milyen jó lesz ez. Ő lesz a királyunk, megoldódik az megélhetésünk. Ez a király majd csodákat tesz, jól lakad bennünket. Miből tette Jézus a csodát? Kenyérből és halból. És ekkora tömeget jól lakadott. Na, nagyszerű király lesz ő. Jézus meg tudja oldani gazdaságilag az élelmezést. De megoldja politikailag is a helyzetet. Milyen ott akkor a politikai helyzet? Izrael népe szemszögéből római uralom alatt vannak. Pilátus, a helytartó, a római vezetőséget képviseli. Jó lesz ez a Jézus királynak, mert átrendezi a sorokat. Pilátus elmehet, Heródes elmehet, Jézus elfoglalja a helyüket, majd ő irányít, nagyszerű király lesz. Ő kell nekünk, ez a csodatévő, ez a nagyszerű ember. Félre ismerik Jézust. Az Úr Jézus nem azért jött, hogy földi király legyen. Ő a világ ura. Ő nem csupán Izrael királya, hanem az uraknak ura, királyoknak királya. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Jézus azért jött, hogy utat nyisson az Isten országába. Hogy az ember visszataláljon az Istenhez. Ezért jött Jézus. Jézus nem tárgyalni jött. Nem Pilátushoz ment. Nem a királyi palotába ment. Hova ment? Hogy olvastuk? Ment a templomba. Megtisztította először is a templomot. A kufároktól, az árusoktól, a világ beköltözött a templomba, és kiszorította Jézust, kiszorította az igét. Az imádság házát latrok barlangjává tettétek, Jézus korbácsot ragad. És kiűzi a kufárokat. Azt olvassuk a Bibliában, nem tudtátok, hogy a ti életetek, a ti szívetek a Szentlélek temploma. Mondd, kedves hallgató, mi minden fér meg a te szívedben, a te templomodban. Nem kell Jézusnak korbácsot ragadni a bűneink miatt. Nem kell kiűzni onnan az oda nem való dolgokat. A te szíved, a te lelked nem az imádság háza. Nem az Isten tisztelet háza. Mi minden fér meg benned?
És nem úgy van, hogy félre ismerjük Jézust. Jézus megy a templomba, és onnan pedig megy a Getsemáné kertbe, előtte a tanítványaival megvacsorázik. Az utolsó vacsora megtörténik, és utána megy a Getsemáné kertjébe. A Getsemáné kertjéből pedig megy a Golgotára, azért, hogy megváltson, azért, hogy megszabadítson, azért, hogy a bűn átkát magára vegye, hogy minden bűnödet, amit elkövettél, vagy el fogsz követni, azért ő meghalljon, abba belehalljon. A hitvallásunk így fogalmazza, alá szállt a poklokra, hogy neked ne kelljen a kárhozatba, a pokolra jutnod. Jézus megtette. Alászállt a poklokra, de harmadnapon halottaiból feltámadott. Igen, mert az Úr Jézus kegyelemből és szeretetből teszi és tette azt, amit tesz, vagy amit tett. Vagy amit ezután is tenni fog. És nekünk is szól. Ma is szól ez a mondat, bár csak felismerted volna a békességre vezető utat ezen a napon. Békesség. Van, de szép a köszönésünk. Áldás, békesség. Vagy ahogy az erdélyiek köszönnek, békesség Istentől. Felismerted a békességre vezető utat. Felismerted a békesség fejedelmét, Jézust. A János evangélium a 14. fejezetében így olvassuk, amit Jézus mond. Békességet adok nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Másképpen adom. Úgy, ahogy senki más. Egyedül Jézus tud neked békességet adni, ott a szívedben. Van békességed? Mondd, te félre ismerted őt? Örül-e Jézus annak a tiszteletnek, amit tőled kap? Örül-e annak a tiszteletnek, amit a gyülekezettől kap? Vagy sír miatta? Tetszik-e neki a vallásosságunk, vagy nem? Tetszik-e neki a te hívő életed, vagy nem? Mondd. Mitől vagy kitől várod a békességet? Mitől várod a problémáid megoldását? Nyugtalan, fáradt, zaklatod szíved. Mitől nyer békességet? A körülményektől? A világi vezetéstől? Az Európa Uniótól,
annak döntéseitől? Kitől, mitől várod a békességet? Az anyagiaktól? Emberektől, családod tagjaitól? Kitől várod a békességet? Persze, hogy tudod a választ, és rávágod Jézustól. De mire kell neked Jézus? Mire kell neked Jézus? Arra, hogy szükségeidet kielégítse? Az, hogy problémáidat megoldja? Anyagi javakkal ellásson? Legyen állásod? Meggyógyítson? Felépüljél betegségeidtől? Vagy éppen erre a mai helyzetre, amiben van ebben a világ? Amiért imádkozunk is. Úr Jézus, add meg, hogy a koronavírus elvonuljon, de minél előbb. Ez a legfontosabb. Vagy pedig az, hogy a te szíved, a te lelked békességre jusson. Azt mondja az ige egy másik helyen. Béküljetek meg az Istennel. Békülj meg vele. Jön Jézus. Odafordulhatsz hozzá. De annak az időszakát éljük, hogy végre a ma embere, legyen az vallásos vagy nem vallásos, hívő vagy nem hívő, a ma helyzetében az Isten felé forduljon imádságban. Hogy az Úr Jézust megszólítsa, Uram, könyörülj rajtunk, könyörülj ezen a világon, könyörülj rajtam. Úgy kell-e neked Jézus, mint megváltó, mint szabadító Úr? Egy férfi ember megkereste a községben a lelkipásztort. Tiszteletes Úr, kérem, segítsen, bajban vagyok. Tönkretettem az életemet. Tönkretettem a környezetemet. Az ital rabja lettem. A munkahelyemen megmutatták a kijárati ajtót. A családom félrelökött. Minden tönkrement körülöttem. Kérem, segítsen! A lelkipásztor bizonságot tett neki Jézusról. Mondta, hogy ő nem tud segíteni, de ismer valakit, aki tud. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Aztán ezt a férfit elküldte egy férfi csendes hétre. El is ment az illető. Hatással volt rá minden, ami ott hangzott. És ő azért ment, hogy az ital rabságából megszabaduljon. És amikor visszaérkezett onnan, elment a lelkészhez, elmondta, hogy ez nagyon jó volt neki, és ő úgy érzi, hogy most már meg tud állni a saját lábán. És mondta a lelkész, hogy téved,
saját lábán nem fog tudni megállni. Csak Jézussal tud talpon maradni. Szeretettel várom, mondja a lelkész. Alkalomról alkalomra. Két vasárnap még ott volt ez az ember. És utána elkerülte a templomot. A lelki pásztor pár héttel később találkozott vele a postán bejáratánál, és megszólította, és kérdezte, hogy hogy van. És mondta, hogy nem jól, visszaeste. És akkor ez a lelkipásztor elmondta neki, hogy tudja, Jézus nem arra való, hogy a mi vágyainkat, kéréseinket kielégítse. Jézus ura szeretne lenni az életünknek. Erős támasza, királya, vezetője, aki kézen fog és elvezet az ő országába, hogy énekeljük egy szép énekükben, csak vezess uram végig, és fog kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Ennek az embernek kellett az italból való szabadulás, de nem kellett Jézus. Te hogy vagy ezzel? Neked kell Jézus Krisztus? És rátérek a harmadik üzenetre. Jézus könnyeiben ott tükröződik az Isten szeretete. Amikor az Úr Jézus sír, az Isten szeretete tükröződik az ő könnyéből. Jézus szemében ennyi értetlenség láttán sem a gyűlölet tüze lobban fel. Ő nem kárhoztatni jött ezt a világot. Ő nem megdorgálni jött az embereket, hanem ő megtartani jött. Megkeresni és megtartani. Megváltani. Jézus sír, és könnyei fénytörésében megértjük a keresztnek a titkát. Nem segít más rajtunk, csak az ő áldozata, az ő drága vér. Mert ez a vér bűntörlő vér. Ez a vér szabadító vér. Ez a vér megtisztító vér. Jézus nem azért vonul be Jeruzsálembe, hogy leigázza az embert, hanem azért, hogy megváltsa az embert. Hogy megváltson téged és engem. Na nem aranyon, ezüstön, hanem az ő drága vérén. Ilyen nagy árat fizetett értünk. Ugye te nem érted félre őt? Ugye te megérted őt, ahogy ő sírva fakad ott a Jeruzsálembe vezető úton? Ugye te már megérted azt, hogy Jézus érted jött? És érted, miattad és helyetted ment a keresztre. Jézus megrendült Jeruzsálem láttán,
Vajon mi megrendülünk-e Jézus áldozatának láttán? Vajon tudsz-e te is sírni a bűneid felett, amikor bevonulsz a te csendes szobádba, amikor magadba nézel, amikor meglátod azt, hogy hol rontottad el, hogy mennyi a vétked, jöhetsz Jézushoz. És ő tud is, és akar is segíteni neked. Virágvasárnapi történet üzenete ez. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, mit kívánhatnék, kedves ige hallgató, mint azt, ismerd fel a békességre vezető utat. Mert ha te az Úr Jézusnál békességet nyersz, akkor az ő békességét árasztod magad körül is. Családodban, környezetedben, gyülekezetedben egyaránt. A békesség Istene áldjon meg téged. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked a te ígédet. Köszönjük a virágvasárnapi eseményeket, hogy megtudhattuk, miért is történt mindez. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor félre ismertünk téged, olyan sokszor a saját akaratunkat akartuk véghez vinni. Félreismertünk téged, félreismertük az igét, belemagyaráztunk dolgokat. És nem úgy vettük, ahogy te adtad. Nem a te békességeddel, nem a te szereteteddel, a te írgalmaddal, a te kegyelmeddel. Úr Jézus, köszönjük, hogy nem vagy személyválogató. Köszönjük, hogy te mindenkiért meghaltál ott a kereszten. Köszönjük, hogy van lehetőség hozzád fordulni. Van lehetőség előtted elcsendesedni. Van lehetőség előtted bűnbánatot tartani. Van lehetőség felismerni a békesség útját, a szeretetnek az útját. Könyörülj rajtunk, könyörülj ezen a magyar népen, könyörülj a gyülekezeteken, a családokon, a házaspárokon, a gyermekeken, az ifjakon. Könyörülj ezen az egész világon, könyörülj a betegeken, könyörülj a bűnösökön, akik mi vagyunk. Köszönjük, Jézus, hogy sírtál és sírsz. Adj nekünk is, ahogy Simon Péternek adtál bűnbánó könnyeket. Ezen a nagy héten, amikor lélekben megállhatunk a golgotai kereszt előtt,
a bűnbánat könnyei hadd jelenhessenek meg a mi szemünkben és a mi szívünkben. Hogy békességre lejjünk benned és általad. Urunk, imádkozunk azért, hogy te gyógyítsd ezt a világot, és amit adtál, vagy amit megengedtél, amit elrendeltél, tudjunk lázadás nélkül alkalmazkodni. Tudjuk ezt a helyzetet elfogadni, és tudjunk kiáltani, akinek van hatalma arra, hogy tovább hajtsad, hogy elzavarjad ezt a járványt. Urunk, tudjuk, hogy a koronavírusnál van egy sokkal mélyebb és egy sokkal súlyosabb járvány és vírus, ez a bűn. És köszönjük, hogy ebből is van kiút általad. Hadd találjuk meg a békességre vezető utat. Add, hogy felismerhessük ezt benned. Adj békességet, Úristen, itt ezen a földön. Imádkozunk azért a családért, akik emlékeztek elhunyt szeretteikre, szerettükre. Emlékezésüket te áld meg, és te vigasztald őket. És te légy azok vigasztalója is, akik ezekben a napokban és hetekben gyászolnak, mert elvesztették hozzátartozójukat, szerettüket. Vigasztaló Úr, te adj békességet a szívükben. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk, leborulhatunk lélekben előtted, és kiálthatunk hozzád. Úr Jézus Krisztus, hozzád, mint megváltó, szabadító Úrhoz, aki így tanítottál bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül az ő nevét, amíg közel van. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Záró énekül pedig énekeljük a 367-es számú dicséretünket,
válaszképpen az elhangzott ige hirdetésre. 367-es számú dicséretünk így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Thank you.
Fogadjátok az áldást. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül az ő nevét, amíg közel van. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Az Istennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.